Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend FM-en. Hasznos információk nem csak autósoknak, hanem a közlekedés valamennyi résztvevőinek. Közlekedésbiztonság, vezetéstechnika, műszaki tippek, környezetvédelem, piaci információk. Mozgásban. Közlekedési és autós magazin a Trend FM-en minden pénteken a 15 órai hírek után. A környezet most sem geopolitikailag, sem gazdaságilag, sem a zöld átállás szempontjából nem egészen tűnik kedvezőnek, hogy egy patinás buszgyár irányt váltson. Hát igen, szóval ez egy nagyon fontos, hogy az ember hosszú távra tudjon gondolkodni. Tehát ha egy ilyen nagyvállalatot csak rövid távra gondolnak meg, illetve a rövid távú üzleti érdekek alapján mozgatják az üzleti stratégiáját, fejlesztési stratégiáját, gyártási, akkor nagyon nagy a baj. De hogy csak egy példát mondjak a múltból, ugye az Icarus például a II. Világháború alatt nem buszgyártásáról volt híres, tulajdonképpen a buszgyártása akkor erősödött meg, amikor a KGST-ben úgy döntöttek, hogy Magyarországra profilozzák a buszgyártást, és innentől kezdve az Icarus látta el szinte az egész KGST-t, talán Románia kivételével a buszgyártásban. De például a II. Világháború alatt MS-100, kevesen tudják, hogy MS-109-es vadászrepülőgépeket gyártott a német ipar számára, és vannak erre konkrét adatok, hogy a Wehrmacht jelentette Hitlernek, hogy a legjobb minőségi külföldön készült vadászgépei, azok a fehérvári Icarusba készülnek. Tehát volt azért már az Icarus életében egy pár ilyen nagy fordulat, de az tény, hogy az elmúlt évtized is egy nagy fordulatot jelentett, ma már talán világosabban látjuk, hogy milyen stratégiát kell alkalmazni. Egy biztos, hogy még egyszer olyan helyzetben nem kerülhet az Icarus, hogy pusztán egyetlen egy lábon a buszgyártás lábán áll. Tehát pillanatnyilag három lábon állunk, az egyik valóban a buszgyártás. Az elején a dízelekkel kezdtünk, egész speciális buszokat a honvédség számára gyártottunk, katonai buszot is, elég sokat, 200 darabot, tehát nem egy kis mennyiségről van szó. Az egy másik dolog, hogy mivel ezek katonai biztosok, nyilván a NATO előírásoknak, stb. Meg kellett felelni, és nyilván ezután a dízelbuszos, hogy úgy mondom, újraindulás után mentünk át az elektromosra. Tehát ez az egyik lábunk. A másik láng az, hogy trakkoknak, teherautóknak a felépítését gyártjuk osztrák és német piacra. Ez már megint egy olyan lábunk, ami tervezhető, tehát folyamatos megrendelésünk van, inkább kapacitással nem bírjuk azt a megrendelés állományt, amit szeretnék felfuttatni az osztrákok és a németek, a trak felépítménygyártást. A harmadik lábunk, ez a legérdekesebb, az pedig a vasúti alvázak gyártása. Tudni, látszik az is, és akkor ez mindjárt visszakapcsolódik az előző dologhoz, miért fontos az, hogy stratégiailag tudjon az ember, mármint olyan értelemben stratégia, nem csak rövid távol, hanem évtizedekre, vagy még hosszabb időre előre gondolni. Ugye itt van ez a szuezi csatorna probléma. A szuezi csatornával nem csak nyilván Egyiptomnak a legsúlyosabb a probléma, mert ebből nincs bevétele. De ami a világkereskedelem számára probléma, az egyrészt az, hogy a szuezi csatorna átbocsájtó képessége kicsi, most vagy még egy szuezi csatornát kellene építeni, vagy a másik probléma, hogyha még oda is építenek egy másikat, de huszik-tuszik tovább lövik a hajókat, ugye ma már köztudott, legalábbis a szakmán belül, például az LNG gázszállítás, az meg se próbál átmenni a szuezi csatornán, hanem csak Dél-Afrika felé kerül. Tehát látszik az, hogy a teherszállítás szempontjából is egy korszakváltáshoz érkezett el a világ, ami azt jelenti számunkra, hogy ugye itt sokszor van szó, a magyar kormány sokszor beszél, kínaiak sokszor beszélnek Selyemútról, ami a misztikus dolognak tűnik, hogyha valaki nem tudja, hogy milyen tartalommal lehet föltölteni. De abban a pillanatban mihelyt azt mondja az ember, hogy mi van akkor, ha valaki épít Kína és mondjuk Magyarország között egy vasútvonalat,
mert a kínaiak számára azért ez nem egy olyan nagy dolog, hát 1000 kilométereket építettek Afrikába is vasútvonalakat. Tehát abban a pillanatban, mihelyt van egy ilyen vasútvonal, abban a pillanatban már sokkal olcsóbban, sokkal gyorsabban jutnak Európába be a távol-keleti termékek, mint hajón a félvilágot megkerülve. Igen, nem csak időközben az európai politikában is nagyon nagy varga betűk zajlanak. A zöld átállás az gyakorlatilag majdhogy nem megbukott, mondhatnám, meg is bukott, hiszen az európai nagy autógyártók maguk ellenzik ezeket az erőltetett ütömű átállásokat, sőt, nagyon sokan visszakoztak is, visszavágták a sok 100 milliárd eurós befektetéseiket ugye az elektromos iparba. Hát én azt hiszem, hogy ez egy kicsit föl van hájpolva. Nem biztos, hogy a szakmán belül annyira ezt látják, mert valóban vannak szörnyű negatív példák. Most direkt nem mondom Európa legnagyobb elektromos buszgyártójának a nevét, de mert sok közlekedik Magyarországon, és ezekből a buszokból hát lehet sejteni, hogy kire gondolok. Ugye közel 150 buszát Párizs visszavonta, mert tüzek voltak benne. Hát Németországban három városban is megszüntették, például Münchenben, Stuttgartban, igen, és Frankfurtban. Visszálltak a dízelbuszokra. Nyilvánvalóan nagyon nagy a kockázat ma még az új, ezek hát, az akkumulátoroknál. Hát ez igaz. Ez igaz, hogy nagy a kockázat, nagyon vigyázni kell arra, hogy milyen körülmények között tárolja, hogy tölti az ember, de az akkumulátoripar is nagyon fejlődik. Tehát az elmúlt 10-20 évet nézzük, akkor szinte évente, de két évente biztos, az akkumulátornak az ára és a súlytömege megfeleződött. És közben új technológiák is jönnek. Tehát ma már a lítium akkumulátor nem egyeduralkodó, noha az a legnagyobb energiás, pillanatnyilag a legnagyobb energiás sűrűséget adó akkumulátor, de hát jelennek meg ugye a szilárdtest, grafit alapú akkumulátorok, stb. Tehát az akkumulátor egy óriási fejlődés előtt van. Ebben a folyamatban nyilván mindenki mondja magáét. Tehát a környezetvédők mondják azt, hogy milyen környezetszennyezés jelent, de erre tudok mondani két ellenpéldát is. Az egyik az, hogyha valaki járt 30 évvel ezelőtt Pekingbe, valóban úgy volt, hogy a sajtó megírta, hogy én magam is tapasztaltam, hogy a mobilomról a számokat nem tudtam leolvasni, mert olyan nagy volt a smog. Ma pedig ezekben a nagyvárosokban, 10-20 milliós nagyvárosokban nincs smog, mert Pekingből, Sanghajból és más nagyobb városokból, Shenzhenből is kitiltották a dízeleket, csak az elektromos buszok. Az Európai Unióban egyébként hasonló a tendencia, legalábbis ezt szeretnék a zöldek elérni. Ugye nemrégiben szigorították a nehéz gépjárművek kirótt időpontot, ameddig ugye át kell állítani a gyáraknak a dízelről az elektromos termelést, és a buszokra is ugyanez vonatkozik. Ugye 2035-ös határidőnél 100%-ot írtak elő, és pár évvel korábban 2030 környékén még elég a 90%-os áttérés. Ezzel szemben már most van két ország Európában, Norvégia és Szlovénia, ahol a beszerzett buszok 100%-a elektromos. Ezen a listán egyébként, ami nagyon-nagyon hosszú, Bulgária középmezőnyben van 48%-kal, Magyarország utolsó előtti a 11%-ával, és Ausztria is csak a 12%-a előttünk egyel, és Németország, amely a legnagyobb elektromos piac, 24%-ot képvisel, tehát nagyon nehezen lehet ezt az előírást teljesíteni, úgy tűnik. Hát szerintem ez elsősorban nem a gyártókapacitáson múlik, hanem azon, hogy drágább, körülbelül egy a 40%-kal drágább egy elektromos busz, mint egy dízelbusz hasonló kategóriába. Az is igaz, hogy hosszabb távon viszont, aki elektromos busz vásárol, annak megtérül ez a többletköltség azzal, hogy az üzemeltetése lényegesen olcsóbb lesz. Tehát én lehet, hogy hazabeszélek, de én az elektromos autózást és a teherautóba is, de hát mondok egy másik példát, még visszatérve a kínaihoz. Tehát, hogyha mondjuk a kínaiak megépítik ezt a keskeny nyomtávú vasutat Kína és Európa között,
aminek sok részével már foglalkoznak, látszik. Azért nem véletlen, hogy Pireuszkő kötőjét 100 évre kibérelték, nem véletlen, hogy Belgrád vasútvonal épült, stb. Szóval azért itt talán szerintem a kínaiaknak halálpontosan megvannak a tervei, kivétel talán ez a ukrán válság, hogy akkor most Törökországon keresztül hozzák át a vasutat, vagy pedig Odessa magasságában, tehát ez még eldöntésre vár, de minden esetre ők úgy tervezik, hogy ezen a vonalon villanymeghajtású, tehát nem dízelmozdonyok fognak közlekedni, hanem villanymeghajtások. De hát mondhatok egy másik példát is, ugye, ami szintén egy nagyon érdekes, és hosszabb táv miatt nagyon figyelembe kell venni. Ugye a legtöbb atomerőművel fajlagosan a franciák rendelkeznek. Na most azt is lehet tudni, hogy ezek a francia atomerőműveknél, ugye konferenciákból, nem konferenciákból lehet tudni, ők egy decentralizált, hiába atomerőmű, decentralizáltan gondolkodnak az atomerőművek építéséről, telepítéséről, tehát nem nincsenek a megalomán dolgaik, hogy akkor Európa legnagyobb egybefüggő atomerőművét sok blokkal kell felépíteni, hanem szétszórtan. Csak halka érde meg ennek köszönhető az is, hogy ennyi áramot ugye most el tudnak adni Németországnak, amely pont a másik végletbe ment, hogy megint elkezdte a szénbányászatot. Tehát látszik az, hogy még egy olyan ország, aminek sok atomerőműve van, az is a decentralizált energiaellátás felé megy, és a decentralizált energiaellátás szempontjából meg hát egyértelmű, hogy nem csak a villamos energia a meghatározó, hanem ráadásul még az is várható, hogy azon belül az a tendencia, amit még annak idején itt innen Magyarországról kiindulva, gondoljunk csak az első föld alattira, tehát itt bizonyítékok is vannak abban, hogy annak idején a gaznak a tervezői, azok teljesen mindegy, hogy most a transzformátorról, vagy magáról a váltáramról van szó, azok kitaláltak. Az a folyamat úgy tűnik, hogy kezd megfordulni, és ebbe a decentralizált energiaellátásba nem annyira a váltóáram, hanem az egyenáram, és itt megint visszatérünk az akkumulátorhoz, hogy az akkumulátoroknak szerintem a jövője egyre nagyobb lesz. Az más dolog, hogy nyilván ehhez kell az, hogy a környezetvédelmi igényeket is kielégítsük. Igen, nem csak nagyon bizonytalan lett az alapanyag beszerzés. Ugye az ellátási lánc már a COVID idején megtört Kína és Magyarország és Európa felé. Ugyanígy a orosz-ukrán háború is eléggé bizonytalan helyzetet teremtett, hiszen nagyon sok alapanyagot, ritka földfémet Ukrajnából, Oroszországból és Kínából és az afrikai országokból szállítottak be. Ezek ugye most itt a huszi támadások miatt eleve gellert kaptak, megdrágították a szállítást. Tehát az alapanyagbeszerzéssel gond van, a csiphiány is önmagáért beszél, hiszen a Tájván körüli politikai herceutca is veszélyes. Eközben ugye komoly támadások érik a kínai betelepülő akkumulátorgyártást, miközben Európa akkumulátor éhséggel küszködik. És hát nincsen egy összehangolt Európai Uniós stratégia sem az elektromobilizációra, minden ország a maga szakállára dönt. Jó ez így? Hát ugye egyszerre túl sok probléma van a világban. Egyrészt ugye van egy nagy politikai, gazdasági világ átalakulás, hogy most ki számít nagyhatalomnak, ki nem, hogy alakul Amerikának a gazdasági ereje, Kínának hogy alakul, Oroszországnak mennyire kell oda simulni a Kínához, és a többi. A BRICS országokról nem beszélve. Tehát ez az egyik dolog, hogy politikai szempontból is zavaros a kép. Gazdaságilag pedig azért zavaros a kép, mert részben zajlik egyfajta ipari forradalom, amit az internethez köthetünk, tehát nem a számítógépes ipari forradalom, az korábban volt,
szerencsére részt vettem benne, ugye ennek köszönhetően, hogy a Műszertechnika a legnagyobb magáncégét tudott fölfutni a 80-as évek közepére, tehát ezzel tisztában vagyok, sőt, még volt olyan tapasztalatom is, hogy egyszer Los Angelesbe egy ilyen nemzetközi konferencián, a Steve Jobs szegény azóta meghalt, ugye az Apple-nek a nevezetes figurája volt, azzal együtt tartottam előadást. Na, tehát emlékszem arra a korra, vagy arra az ipari forradalmi időszakra, most pedig ugye az internetnek van egyfajta ipari forradalma, ráadásul látszik az, hogy az internet összekapcsolódva a mesterséges intelligenciával még jobban fog előre törni. Na most ehhez valóban hozzákapcsolódik az, hogy ha én gyorsan meg tudok rendelni interneten keresztül valamit, akkor nem akarom azt, hogy utána hónapok teljenek el, hogy Afrika megkerülésével az az áru, teljesen mindegy, hogy Kínából vagy Amerikából vagy honnan, ide jusson hozzám. Tehát gyakorlatilag ezek a logisztikai láncok, amik fölépültek a világra, elsősorban Kínában, ezeket alapvetően át kell szervezni, és ez valóban átmenetileg jelent nehézséget. Ebben a helyzetben vajon a magyar kormány forradalmi döntést hozott-e ön szerint, amikor elkötelezte magát a hát gyorsuló vagy gyorsított ütemű zöld átállás mellett, az e-mobilizáció mellett. Ugye ennek része volt a zöld busz program is. Azon kívül, hogy ugye a magánszemélyeknek és a vállalkozóknak is állami támogatást nyújtott az elektromos autó vásárláshoz. Hát ugye ez megint olyan dolog, hogy lehetem így is, nézhetem így is, meg lehetem úgy is. Tehát nézhetem úgy is, hogy a Palkovics miniszter annak idején, ugye a kormány nevébe azt mondta, hogy több ezer elektromos busz fognak vásárolni, és mi lett a vége, abból 50 buszt vásároltak, abból mi 12-t meg tudtunk nyerni. Hát örülünk ennek a 12-nek is, de hát szó sincs itt több ezer buszról. Nyilván a mai gazdasági helyzet megint nem olyan, hogy ilyen marha nagy beruházásokat be tudna a kormány ígérni, de ugyanakkor látszik az, hogy van egyfajta nagyon komoly stratégiai gondolkodás, például megint visszakanyarodva az akkumulátorokról. Ha jól tudom, tegnap vagy tegnap előtt tárgyalta a gazdasági miniszter Nagy Márton egy dél-koreai céggel, amelyik nem az akkumulátorok gyártásába, hanem az akkumulátorok szétszerelésével, tehát a nyersanyagok kibányászásában lehet, hogy világ első, annyira nem ismerem azt a területet, de látszik az, hogy gondolkodik abba is, hogy akkor be kell jön olyan befektetőknek is, akik már környezetkímélővé teszik, hogy úgy mondjam, az akkumulátor. Annál is inkább az Európai Unió előírta, ott, ahol előállítják az akkumulátort, ott kell megsemmisíteni, és újra kinyerni azokat, amiket vissza lehet nyerni. A műsorunk első része mindjárt véget ér, majd a másik részben még bővebben van lehetőség kifejteni. Szerintem rá kellene majd térnünk arra, hogy az elektromos autózás, az akkumulátoros autózás, ez működtette például a nehéz terek autóknál, vagy a buszoknál tartósan, vagy csak a személyautók privilégiuma lesz, vagy van egyéb hajtásmód, amire hát számíthat az autóipar, és ha jól tudom, Szédes Gábornak egyébként is van a tarsajában egy nagyon különleges elektromos energiát adó hajtásmód, vagy forrás. Inkább nevezzük energia sokszorozónak. Ami kicsit skifibe hajló módon történt, és ha maga az esemény is arról árulkodik, hogy itt a fiókokban azért lehetnek elfektetve még különlegességek, de erre visszatérünk a műsorunk második részében. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Folytassuk műsorunkat, vendégünk Széles Gábor üzletember, a székesvári Ikarusz, a Videoton és a Műszertechnika elnök tulajdonosa, a témánk pedig az elektromobilitás az autóbusz közlekedésben, és általában az elektromos autózás. Köszöntöm a stúdióban újra. Én is köszöntöm. Ott tartottuk az első részben, hogy vázoltuk, hogy hogyan is fest itt a gazdasági, a politikai környezet és az elektromobilitási stratégia mai állapota, és hát mit hozhat a jövő, de kérdés az, hogy feltétlenül csak az akkumulátoros elektromos hajtásra kell-e
tenni a garast teljes egészében Európában, vagy pedig érdemes lenne tovább lépnünk, például hogy a szintén zéró kibocsátás körébe sorolt gázos hajtás is szóba kerülhetne. A hidrogén hajtása is sok kísérlet zajlik, nem csak a hidrogén cellával, hanem már magával a hagyományos belső égési motor meghajtásával, ezzel ugyanis megmaradnának az elmúlt 130 év fejlesztési eredményei. Én úgy gondolom, hogy maga hidrogénhajtás az egyrészt nem egy olcsó technológia, összehasonlítva akár az elektromos hajtással, miközben az elektromos hajtás is valamivel drágább, mint a dízelhajtás. Az más kérdés, hogy egy dízelhajtásnak a karbantartási költségei jóval magasabbak, mint egy villanymotornak, és most ilyen egyszerűen fogalmazva, a karbantartási költségei, tehát itt azért pár éves távlatban már van egy nagyon komoly kiegyenlítő, és ugye ezt a tapasztalatból tudjuk, mert szerencsére az Icarus elektromos buszokat már nem csak Magyarországon, hanem Németországban, Lengyelországban, Romániában is adott el, és egyre több tenden indulunk, természetesen 3 hét múlva kezdődő Brüsszel világkiállításon is két busszal is ott vagyunk, tehát most már azért megszokták azt, hogy a Icarus újra ott van ezeken a világkiállításokon, és nagyon figyelik a fejlesztéseinket. Tehát ebbe tényleg történt egy bizonyos váltás. De most visszatérve az LNG-re, ugye a Liquid Natural Gas hajtású rendszerekre, ahol ugye kompresszált módon van jelen a gáz, tehát nem a hidrogén, mert ha a hidrogén kompresszálják, az még sokkal nehezebb probléma, még komolyabb tartályokat, nehezebb tartályokat, vastagabb falokat kínál, mivel a hidrogénnek a fajsúlya ugye a legkisebb, tehát átmondani. Tehát egyébként ne is a hidrogénről, hanem csak az LNG-ről beszéljünk, amiről ugye nagyon sokszor szó volt. Hát mondok például egy példát, ugye az LNG-knek az egyik problémája, amiről keveset beszélnek, mert nem is nagyon használják, az, hogy ő vizet állít elő. Nem szén-dioxidot állít, vizet, de most képzelj el azt, hogy amikor a vizet mondjuk Moszkvába télen kilocsolják az útra, vagy egy autópályán, mert ugye mit csináljon, vagy viszi magával nem a vizet. Nem vízgőz lesz ebből? Nem, ebből kifolyik a víz. Kifolyik. Uh-huh. Nem, ugye nyilván mi nagyon sok országgal fejlesztési szinten is tárgyalunk ezekről a dolgokról, és a Moszkvába, akik ilyen LNG-t rendszereket fejlesztenek, elmondták, hogy a legnagyobb probléma az, hogy most vagy visz egy baromi nagy tartályat, amiben gyűjti a vizet, hogy ne folyjon ki az útra, vagy pedig kiengedi az útra, és akkor téli időszakban meg mögötte az autók csúszkálni fognak. Tehát azért nagyon sok problémája van. Az Icarus nem is gondolkodik ebben? Egy buszt fejlesztettünk, mert ugye korábban arról volt szó, hogy Magyarországnak az LNG ellátása az így úgy fölfut, na nem futott föl, és ennek megfelelően az egy buszunk is változatlan ott áll, nem tudom, sajnáljuk, lehet, hogy a végén azon, hogy egy elektromos busz kell majd belőle csinálni, mert nem látjuk a perspektíváját még ennek sem. Hidrogénhajtásban lát-e jövőt az Icarus? Túl drága. Nagyon drága megoldás, főleg ez miatt, hogy nagyon komoly robbanás veszély van, ezért nagyon komoly, a hidrogén átszivárgása miatt nagyon vastag falu tartályokra van szükség. Ez azt jelenti, hogy nagyon megnöveli a busznak a súlyát, ami amúgy se kicsi, amióta ugye akkumulátorokból is nagy mennyiséget kell beletenni, és ugye vannak szabványok arra, hogy milyen tengelyterhelés lehet a autópályákon, amiket nem lehet túllépni. Tehát ez egy nagyon necces történet. Ráadásul ugye Németország egy időben nagyon hősködött az LNG-vel, meg minden, de aztán amikor rájöttek arra, hogy oké, még Hamburgba az amerikai LNG-t valahogy átpakolják a terminálokon keresztül, de hogy viszik tovább? Most ezt izék, a kamionok akarják az LNG-t szétosztani? Igen. Mínusz 180 fokon? Szóval nem van egyszerű. Ezek szerint akkor hát a közeljövő megoldása marad az akkumulátoros elektromos hajtás, aztán majd, hogy mit hoz a jövő, az egy más kérdés. Igen. De vajon jól tette a magyar kormány, hogy tényleg letette a garast az akkumulátor gyártás mellett, illetve az, hogy Magyarországra engedi települni ezt a technológiát, és ezzel a világ egyik
az első háromba tartozó országával válunk. Mert igen. Nagyon sokan támadják, ugye, hogy ez környezetszennyező ipar. Igen, igen. Hát ha az ember nem ismeri a részleteket, hogy miért jó az, hogyha itt akkumulátorgyártás van, illetve nincs bent ebbe a szakmába, mint ahogy mondjuk mi, mint Ikarusz, hát azért Magyarországon belül két nagy vállalat van, aki nagyon nagy mennyiségben használ föl akkumulátorokat a rendszerjelő, az egyik a BID, az a kínai buszgyár Esztergomba, a másik meg az Ikarusz Székesfehérváron. De mondhatnám annyiból a videótont is, hogy az ilyen kézi szerszámokban lévő akkumulátorok jelentős részének a végszerelése vagy előállítás az a kaposvári üzemünkben történik. Tehát bőségesen megvan a tapasztalatunk az akkumulátorokra vonatkozólag, de most csak egy egyszerű példát mondok, hogyha az ember az akkumulátorcellákat meg akarja rendelni, amiből aztán fölépít ilyen-amolyan konfigurációkat, akkor például ezeket az akkumulátorcellákat repülőgépen nem szállíthatja. Ha a hajón szállítja, ott is nagyon komoly biztonsági előírási követelmények vannak, de mondok még egy kéményebb példát, pillanatnyilag a vasúton se lehet, még elektromos buszokban, amiben van akkumulátor, azt se szállítani, meg fog döbbeni Szibérián keresztül. Tehát még ott is komoly előírások vannak. Az egy másik dolog, hogy nyilván ezt logisztikailag meg fogják oldani, és nem az a helyzet lesz, ami pillanatnyilag, hogyha én rendelek valamit Kínából, akkor leggyorsabban és legolcsóbban úgy kapom meg, hogyha kamionokon, Szibérián keresztül ide szállítatom. Szóval, tehát most azért a logisztikailag eléggé nagy kavarc van Európába, de ez majd ki fog tisztulni, annál is inkább ki kell tisztulni, mert ugye most itt beszélhetünk arról, hogy az Ikaruszban miért van pont kínai hajtáslánc. Hát azért kínai, mert nincs nyugat-európai hajtáslánc. De én megfordítom a kérdést. Én megfordítanám az úgy, hogy egy hagyományos nyugat-európai autóba, most direkt nem mondok egy Volkswagent vagy Mercedes, nem emelem ki. Vajon mennyi a Kínába gyártott és beszállított termék? Ugye vannak erre is statisztikák, hogy megint hadd nem mondja, hogy melyik az a Európa híres autó személygépkocsi gyárt, amivel 75%-ban vannak kínai alkatrészek. Tehát a világ nagyon bonyolultá vált, és valóban ezek a hatalmas politikai mozgások, amik a nagyhatalmak között vannak, ezek a gazdaságnak a logisztikai hátterét is megzavarták, de hát szép lassan majd kitisztul. Ön szerint meddig kell várni arra, hogy egy új technológia, de egy vadonatúj technológia jelenjen meg majd az autóbusz, meg az autógyártásban. Azért is kérdezem, mert hát annak idején talán egy 6-8 évvel ezelőtt hírül adták a sajtóban, és erről sokat is beszélt, én magam is beszéltem önnel erről, hogy van olyan fejlesztés, olyan kutatási eredmény, amely jelen pillanatban hát a fantasztikum tárgykörébe tartozik, hiszen olyan elektromos energiát előállító eszközről van szó, amelynek a gyártásával megkeresték önt, amely mondhatnám a levegőből állítja elő betáplálás nélkül az energiát, és ez korlátlanul használható mindenféle méretben, hűtőgép méretben, kisméretben, nagyméretben, buszban, személyautóban, vonatban. Tehát létezik-e ilyen valóban, vagy csak a mese birodalmába tartozik? Hát igen, szóval ez egy olyan dolog, hogy nyilván amikor nekem is az érdeklődésemet felkeltett egy svájci cég, akkor viszonylag hamar beugrottam én is ennek, hogy hát tényleg akkor itt rövid időn belül, egy fél éven, éven belül ez meg lesz. Aztán kiderült erről a svájci cégről, hogy ez tulajdonképpen, és nagyon finoman fogalmazok, egy NDK-ból átköltözött embereknek, által Svájcban, akkor már svájci állampolgárként alakított cége, és érdekes módon az emberek a Drezda tengelyébe éltek, most nem akarom részletezni, hogy mik voltak a Drezda tengelyében és a többi. Tehát akár így nézte, akár úgy nézte az ember, azt mondta, hogy lehet mögöttük valami tudás. Na most kiderült, hogy az nem volt meg, az a tudás mögöttük, de viszont annyira fölkeltette az érdeklődésemet, mert más forrásból is jöttek be információk, hogy azt mondtam, ezt nem engedjük el. Mi ez a más forrás?
most ráadásul duplán aktualitása van. Hát egyrészt ugye a második világháború alatt a németek fejlesztették a mágneses erősítőket. Azért volt nekik fontos, mert amikor a tenger alatt járójuk följöttek a felszínre, akkor könnyen tudtak kommunikálni, de amikor le kellett merülniük a víz alá, és sokszor ugye napokon lent, akkor nem volt kapcsolat. És erre kitaláltak, és ugye a farkasfalka hadműveletek miatt nekik fontos volt, hogy ki tudják adni a tenger alatt járóknak a parancsot, hogy egy ponton gyülekedzenek. Tehát kitalálták ezt a mágneses adatátvitelt, vagy mágneses erősítőkre épített adatátvitelt, ami biztos, hogy működik, mert tudjuk, hogy a farkasfalka hadműveletek azok beváltak a gyakorlatba. De most utána a második világháború, utána ami innováció volt Németországban, azt ugye az amerikaiak meg az oroszok elvitték a nagy részét, vagy bizonyos részeit. Biztos, hogy az amerikaiak abból többet vittek el, lásd ugye a Fokker-es, Werner von Braun-nal együtt. Fordraszállás is ebből lett, igen. Így van, sőt még ugye bármennyire is a múltja a náci időkben zavaros volt Werner von Braun-nak, Kennedy-től mégis egy állami kitüntetés kapott a holdra szállás után, hogy ő vezette azt az egész műveletet. Tehát egyrészt volt egy ilyen dolog, hogyha a németek ezt így kitalálták, ha utána ez a General Electrichez került, ha van róla dokumentál, fényképeim vannak, hogy a General Electric elkezdte gyártani 45 után ezeket a mágneses erősítőket, amik energia sokszorozók voltak. És miben használták ezt? Hát ezt nem tudom. Nekem az az érzésem, hogy vagy egy idő után kiderült, hogy nem gazdaságos a gyártása akkor még, vagy a másik, hogy rosszul határozták meg a célt, vagy lehet a harmadik, hogy egyszerűen katonaság, vagy a CIA úgy döntött, hogy ez katonai titok, és nem lehet róla csak dezinformációt kiadni. Na most dezinformáció viszont nagyon sokat adtak ki, mert az elmúlt években is évente rendeznek konferenciákat, de mivel az elején én is a dezinformációt azt hiszem, hogy valós információ, hát azért ezzel mentek az évek. Tehát nincs is ilyen készülék? De én meg vagyok róla győződve, hogy van. Ha jól tudom, azzal keresték meg, hogy ön gyártsa majd a műszertechnikánál, és még tervrajzokat is látott, sőt, ha jól tudom, mérnököket is kiküldött Svájcba, ahol üzemben látták ezt az eszközt. Hát igen, csak egy kis teljesítményű volt, és amikor abban maradtunk, hogy át kell, tehát akkor fogom elfogadni, vagy aláírni a szerződést, hogyha magunk is itt tesztelhetjük. Hát ez elég bonyolult szerződés volt, hogy milyen körülmények között, de a nagyobbik baj az volt, hogy egyrészt nem hozták ide, másrészt meg csak egy kis teljesítményt tudtak volna idehozni, azt meg nem fogadtam el. Vagyon ez az eszköz, hogyha valós és működő rendszer, képes lehet kiváltani az akkumulátoros elektromos autózást, meg a hidrogén hajtást, meg a gázos hajtást? Lehet-e forradalom? Ezt úgy kell elképzelni, nagyon durva hasonlat, mint hogy a dízel vagy a benzines autókban is kell egy indító akkumulátor. Tehát ebben a rendszerben is kell egy indító akkumulátor, de hát az jóval kisebb mennyiség, meg árba is jóval kisebb. Ennek megfelelően a berendezés is jóval olcsóbb, mint egy hatalmas akkumulátorokkal teletöltött rendszer. Mennyiségét tekintve, lakásméretre számítva, ez maximum egy ilyen frigider méretű lesz, ami betehető egy spájzba is. És az állandóan elektromos áramot állít elő a semmiből? Folyamatosan, nem, szóval ilyenek nincsenek. Annyit talán az elvéről két dolgot el tudok mondani, ami nagyon általános, úgyhogy sokra nem igen el lehet menni ezzel. Az egyik az, hogy csak a meglévő elméleti villamosságtani törvények alapján működik. Tehát semmi olyasmit nem fogadok el kísérletbe, amit nem tudok visszaigazolni a hagyományos elméleti villamosságtani ismereteimmel, meg eszközeimmel is. Tehát ez nagyon nehézé tette az utat, mert számtalan olyan utca volt, amire amikor már bent volt az ember a mérésekbe,
amit elméletileg a jónak talált, bent volt a mélységben, kiderült, hogy zsákutcába. Zsákutcából visszatolatni és betolatni egy másikba, és általában mindig zsákutcába tolattam, hát az 7 évet vitte el. Ezek szerint akkor marad az akkumulátor, ez az akkumulátor technológia. Nézd, olyan gyorsan, tehát ez az energia sokszor, én ebben biztos vagyok, hogy ezt valaki meg fogja csinálni. Nem csak azért, mert feltételezésen szerint ez Amerikában is letitkosítva ott van, hanem azért is, mert nincs benne semmi olyan dolog, csak az elméleti villamosságtani dolgokat kell másként összerakni. Mondok egy egyszerű példát is erre. A transzformátort ugye valamikor a Bláthi Cipernap féle kutatócsoport, vagy fejlesztőmérnök csoport találta föl a GANZ-ba. Világszám lett belőle. Végül a General Electric is a párizsi világkiállítás után ugyan megvette a francia szabadalmat, de végül a magyart terjesztette, ezt terjedt el a világon, ez a transzformátor. Na most ők kitalálták, hogy ez a transzformátor hogy működjön. Mi tulajdonképpen azon dolgoztunk, hogy hát, ha ezzel a transzformátorral elő lehet állítani másfajta üzemmódot, olyan üzemmódot, hogy ez ne csak a feszültséget más feszültség, más nagyságú feszültségbe, vagy az áramot tudja transzformálni, hanem energiát is tudjon pluszba transzformálni. Ezek szerint akkor önök is végeznek kutatásokat ezen a területen? Hát 7 éve már folyamatosan. Mennyire kecsegtető az eredmény? Hát én mindig azt várom, hogy holnap a végére érek, de nem ez a kérdés, hogy én mennyire vagyok optimista, hanem hogy majd egyrészt mennyi idő alatt fog, egyrészt ezt le kell hitelesíteni. Hát nyilván most egy ilyen rendszernek a hitelesítésére azért minimum egy világhírű egyetemnek a professzorai kell. Ráadásul ugye az többi gyártónak is kell elfogadási nyilatkozatot tenni. Én magam láttam a vízmotornak, a Mercedes és a többi nagy gyártónak az igazolását, hogy elfogadják, mint működési elvet. Az a magyar feltaláló mutatta meg nekem ebben a stúdióban, és azóta sem működik. Hát ennek nyilván van egy kehelye, tehát itt nem az a kérdés, hogy ki akar ilyet gyártani, hanem hogy lehet bebizonyítani. Vagy ki nem akar. Nem, hogy lehet bebizonyítani azt, hogy tényleg nem szélhámos az ember, tényleg olyan mérési eredmények vannak, amik egy nemzetközileg ismert, elfogadott nagy egyetemnek a professzorai mérik meg. Mert utána aztán számtalan érdeklődő lesz erre a gyártásra. Az egy másik kérdés, hogy mivel itt iszonyatos mennyiségekről van szó, egy nyilván egy kis ország az nem tud komoly mennyiségeket ebből legyártani. Kis ország, és most már kis buszgyártó, de mégis egy világhírű Icarus buszgyártó. Milyen reményekék kell vágnak bele ebbe a zöld átmenetbe, vagyis nem tudom, hogy bele kell ebbe vágni, mert ez folyamatos. Hát, ha így teszi fel a kérdést, akkor csak részben tudok rá választolni, mert most tulajdonképpen arra kérdezett csak rá, hogy buszgyártásban mi a stratégiánk, hogy mennyire vagyunk optimisták. De ha viszont abból indulok ki, hogy legalább 3, inkább 4 lábon áll már ma is az Icarus, ugye már egyszer említettem, a trakfelépítmények, vasúti alvázak vannak benne, akkor már másként néz ki a helyzet. Én úgy látom, hogy minél több lábon tud állni az Icarus, annál stabilabb, hosszabb távra. Tehát el kell kerülni még egyszer azokat a helyzeteket, hogy vagy csak a németek számára vadászrepülőgépet tud gyártani, mint a második világháború, vagy pedig csak a KGST számára buszokat tud állni. Tehát magyarán szó, hogy egy profilon áll. Lehet-e még profit a saját hazájában az Icarus? Hát még szerintem világviszonylatban is lehet. Ezzel a több lábon állással, meg azokkal a kapcsolatrendszerekkel, amivel már szerencsére ma is rendelkezik. Azért, hogyha Icarus gyártóbázisukat alakít olyan helyeken a világban, amire oda fognak figyelni, abban a pillanatban iszonyatosan megnő az Icarus tekintély, és én tudom, hogy hol tartanak ezek a tárgyalások, akár mondjuk az Emirates államokkal kapcsolatban. Mennyi időt ad ennek a sikernek? Hát fél év, egy év. Mivel újabban, utóbbi évtizedekben inkább mindig utólag mondok információkat, vagy adok ki, ezért mondom ezt a fél év, egy évet.
Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.